A jövő évtől kezdődő új 7 éves fejlesztési ciklussal a mezőgazdaságban is új időszámítás kezdődik a következő hónapokban. Az Európai Bizottság által megalkotott közös agrárpolitika új szabályrendszere ugyancsak 2023-ban venné kezdetét. A következő 2 évben a tagállamoknak fel kellene készülniük az új irányelvek gyakorlati megvalósítására. Az új szabályrendszer elsősorban a biogazdálkodás helyezi előtérbe, amely azonban teljesen új technológiát követel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdáktól is. A kormány szerint ilyen rövid időn belül lehetetlen alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez. Az EU zöld politikája szükséges, az viszont rossz irány, hogy még a bevezetés előtt büntetéssel fenyegetik a hagyományos termelést alkalmazó gazdákat. Az agrárminiszter szerint ezzel rengeteg kisvállalkozás ellehetetlenülne. Két nagy erő küzd egymással, és mi azon vagyunk, hogy hogy tudunk egyensúlyt találni. Az egyik az a társadalmi elvárás, hogy teremtett világunk minőségét, a környezetünk minőségét hogyan tudjuk megőrizni, hogyan tudunk vigyázni rá, hogyan tudunk minél több olyan cselekedetet végrehajtani, amely ennek a környezetnek a minőségét javíthatja. Az egy teljesen hibás álláspont, hogy a gazdákat okozóként a legnagyobb kár okozójaként könyveljük el, és nem szövetségesként. Hiszen kinek érdeke igazából, hogy a környezetünk minőségét megóvja? Annak a paraszt embernek, aki kint gazdálkodik a földön, és minden tevékenysége a szabadban a környezethez köthető. Tehát a gazdatársadalom a legnagyobb szövetségese a környezet minőségért küzdőknek, ezt az elvet be kell vallani. Nagy István hozzátette, gazdaságossági szempontból is nehezen kivitelezhetőek az új irányelvek. A jelenlegi javaslatok arról szólnak, hogy 2023-tól fele ennyi növényvédőszert és 20%-kal kevesebb műtrágyát használhatnak a gazdák. Ez pedig jelentős terméscsökkenést, valamint hatalmas élelmiszerárnövekedést eredményezne. Az agrárminiszter kifejtette, a nehezen megtermelhetőség miatt így máshonnan származó alapanyagokkal töltenék fel a készletüket az élelmiszerláncok. Az nem lehetséges, hogy az Európai Uniós gazdákat, és köztük a magyar gazdákat is tönkre tegyük ezzel, versenyhátrányba hozzuk, mert drágában tudja előállítani az alapanyagot, majd mondjuk innen a keleti szomszédunktól pedig olcsó tömegáruként behozzuk az árut, és azt bocsátjuk a vásárlók rendelkezésére. Teljesen ellenőrizetlen körülmények közötti tartásmódból, ott nem nézi senki, hogy mennyi a növényvédőszer felhasználás, nem nézi, hogy az antibiotikumot mennyit adunk az állatnak, nem nézzük, milyen állatjóléti követelmények vannak, hát ez teljesen nem lehetséges. A mezőgazdaságot érintő klímavédelmi intézkedésekről az Európai Bizottság legutóbb október 22-én szavazott. Véglegesnek azonban még most sem tekinthető a törvénytervezet, és a közeljövőben várhatóan újra tárgyalják bizonyos részleteit.